Litauszki. Sije. Ott van Hollander. Hollander tolja meg. Hollander még. 11-es. Hollander okosan, Karabejov meg nagyon bután csinálta, mert Hollandernek itt már más szándéka nem volt. Átvette a labdát, megtolta, legfeljebb lett volna belőle egy beadás. Kapura közvetlenül nem volt veszélyes. És itt Karabejov úgy lép, belépeli Hollandert nagyon rutinosan, hogy itt bizony akadályozza Hollandert a tovább haladásban. Összeérnek. Hollander pedig maga végzi el majd a büntetőt. Legalább az egyik pontot megmentetni, és milyen érdekes dolog a kapus sors. Hát nem Hinrich volt a legerősebb láncszeme a mai Kisvárdának. És ha kivédeni ezt a büntetőt, hős lenne. 90. perc. Hollander és Hinrich. És kivédi a kapus. Ott van még viszont Fececsin és kiegyenlít. 2-2. És jók az öregek a háznál. Böde beáll, kettőt lő, Fececsin beáll, egyet szerez. És még nincs vége. És akkor megint milyen a kapussors, mert kivédte a 11-est. Érezte a sarkot. De a kipattanóra Fececsin érkezik, és a kapus lábai között, lába alatt begyötri az egyenlítő találatot. 2-2. Hinrich nem tudta oldalra ütni, hát örült, hogy kivédte persze. És Fececsin jött, nem pedig egy védő.